Elég sok megmozdulása van mostanában a Tesco-ban, és mai nap folyamán itt a Tesco parkolóban is szép számmal kezdenek itt összejönni, legalábbis a szervezők egyelőre, az biztosan. Így van, így van. Tavaly augusztusban, amikor ide kerültem a városba, ez egy elég komoly cél volt számomra, hogy kicsit belerendüljünk a város életébe, és újra lássák, hogy a Tesco azért nem csak azért jelent meg, hogy nyilván elvigye a pénzt a városból, hanem ugye próbáljunk egy picit a városért is lenni, és próbáljuk segíteni ezekkel a rendezvényekkel, amit mai nap is. Családi napot szerveztek, miből áll ez? A családi napot szerveztünk, ugye a véradás volt a fő része a napnak, és akkor próbáltunk építeni egy kis rendezvényt azért, hogy próbáljuk kicsávítani az embereket, hogy kicsit kimozduljanak. Szerencsére az idő kedvez, mert az elmúlt napok 40 fokát elfeledtük, és egy kicsit hűvösebb, tehát a parkúj rendezvénynek teljesen jó. A nap, amiből, a délután, amiből áll, ugye a jóléti, gyerek jóléti rész jött ki, ők a menhelytől, állatmenhelytől, tűzoltók, mentők, és ugye a rendőrség van jelen, ők jöttek ilyen különböző programokkal, hogy egy picit tájékoztassák ugye a vásárlóinkat, ugye nyilván a helyi lakosokat. Miért gondolta itt a szervezőség, hogy fontos lenne ide egy ilyen jellegű program megszervezése? Maga az azért szerintem jó, hogy a városnak megmutassuk azt, hogy miből áll az ő munkájuk, és mit tesznek azért a háttérben, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak, akár a mentősök egy életmentés, akár rendőrök a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, tűzoltók, tehát egy picit be tudják mutatni a napjaikat ők is, és hogy ami nem minden nap hozzáférhető a lakosság részére, az egy tök jó lehetőség itt most. Hogyan lehet vajon jól bevonni a lakosokat ebbe a programba, vagy ide csábítani egyáltalán, mert azért szerintem nem egyszerű. Ez így van. Hát majd meglátjuk most, hiszen ez egy első rendezvényünk, ami így a parkolóban ilyen részen múlik. Meglátjuk, hogy mennyire segít. Én azt gondolom, ami segített nagyban az a kévésnek a felajánlása, hogy maga a véradáshoz, ugye ki fogunk sorsolni a hétvégére egy embernek egy autót, amit ugye megkapnak, és ugye ezáltal használhatják teljes hétvégén keresztül. Úgy gondolom, ez egy picit segített arra, hogy megmozduljanak. Plusz én azt gondolom, meg kell találnunk azokat a érdeklődési témaköröket, amiket azt gondoljuk, hogy számukra fontos és kíváncsiak rá. Nem akármilyen kísérőd van, Márton névre hallgat, egészen pontosan OBB Marci. Őt egy kicsit mutasd azért be a nézőknek, légy szíves. Ez tulajdonképpen a baleset megelőzési bizottságoknak a figurája, ahogyan a kocka, ami a háttérben látható, szintén ugye mind a kettő ehhez tartozik, és a rendőrség részéről így akkor tulajdonképpen a baleset megelőzési dolgokkal, illetve a bűnmegelőzés területéről csatlakoztunk a Tesco-nak a családi délutánjához. Mik lesznek a programok, mi az, amivel ti konkrétan készültetek a mostani délutára? Balesetmegelőzés területéről ki lehet próbálni az ittasságot szimuláló szemüveget, amivel mi úgy gondoltuk, hogy egy piramist építhetnek az érdeklődők, de ki lehet próbálni, hogy hogyan sikerül ez, és a koordináció mennyire változik meg, illetve a reakció. A másrésztről a kirakós kockával lehet, amin közlekedési táblák vannak, illetve az embléma, azzal lehet játszani, ezeknél ajándékot lehet kapni, illetőleg a bűnmegelőzés vagyonvédelem területéről készültünk kerékpáros regisztrációval a Bike Safe honlapjára, ami rendőrség által ingyenes, illetőleg különböző bűnmegelőzési feladatokat hoztunk a gyerekeknek, színezőktől megkezdve a tesztekig, illetve nyilván mindkét területről tanácsokkal, ajánlásokkal látjuk el az érdeklődőket. A tapasztalatok alapján egy-egy ilyen bűnmegelőzési programnak mennyi haszna van? Én azt gondolom, hogy ezek azért nem mérhető terület, tehát ezt rögtön le kell szögezni, hogy ez egy nagyon nehezen mérhető terület, de én úgy gondolom, hogy egyre inkább azért tudatosan részt vesznek az emberek is benne, elfogadják azt, hogy mondjak egy példát, a szúnyogháló az ablakon és zárva nyitva van a bejárati ajtó, vagy az ablakban nem tettem meg mindent annak érdekében, hogy megóvjam a lakásom, illetve az értékeimet. Tehát ezek azért kezdenek tudatosodni az emberekben. Én úgy gondolom, minden réteget próbálunk elérni az oktatási intézményeken keresztül, a nyugdíjas klubokig, az ilyen családi délutánok, nyári táborokhoz, mindenhez próbálunk csatlakozni, ahová csak hívnak minket, és a bűnmegelőzés minden területével próbálkozunk, úgy az internettel, mint a vagyonvédelemmel, a drogprevencióval, tehát mindennel próbálkozunk, és szerintem azért ennek nyilvánvalóan, hogy haszna is van. Itt Kiskörösön egyébként hogy tűnik, mennyire figyelnek oda ezekre a részletekre a lakosok, amiket így elmondtál, felsoroltál? Mindig vannak természetesen kivételek, akik a személygépkocsiban jól látható helyen elölhagyják a pénztárcát, ugye mondjuk a jobb első ülése, vagy be sem zárják az autót,
azt már nem is mondom, hogy esetleg járómotorra kulcsra hagyják ott az autót a kerékpároknál. Ugyanez a helyzet, mindig elmondjuk, hogy a legrövidebb időre is akárhova ugrok be, egyszerűen le kell zárni, ki kell pakolni abból a kosárból, nem biztos, hogy meg lesz, mire odaérünk. Tehát azért ilyenek elvétve egy-egy mindig akad. Természetesen olyan is van, amikor mindent megtesz az állampolgár, és mégis lopás áldozatává válik, de egyre jobb, én azt gondolom, a helyzet. Kitelepült ma délután a Család és Gyermekjóléti Központ is. Milyen programokkal készültetek? Igyekeztünk olyan programokat keresni, amit rövid idő alatt is el tudnak a gyerekek készíteni, illetve hát olyan, ami számukra érdekes, amit szívesen vesznek. Így jutott eszünkbe, hogy gipszet fognak festeni. A festés az mindig nagyon jó program szokott lenni, kicsiknek, nagyoknak. Próbálkoztunk egy kis arcfestéssel is, hiszen van egy nagyon ügyes kis kolléganőnk, aki ebben nagyon járatos, illetve csillámtetoválást, papírmunkát hoztunk ki a gyerekeknek, akik meglátogatják a mi standunkat. Egy valamit tisztázzunk, mi a különbség, csak hogy tudja mindenki, a Család és Gyermekjóléti Központ és a szolgálat között? Minden településen van Család és Gyermekjóléti Szolgálat, és 2016 óta pedig a járás egész területét fölölelően van egy-egy Család és Gyermekjóléti Központ, és mi vagyunk ez a központ, akik nem csak Kiskörös kapcsán találkozunk családokkal, hanem az egész járás kapcsán. Mi a ti feladatotok? Hát a miénk első kanyarban ugye a hatóság közeli intézkedéseknek az elvégzése, megint ugye, ahogy mondtam, a járás egész területén, illetve különböző preventív programokat is ellátunk, amikor szerencsénk van egy-egy ilyen rendezvénybe bekapcsolódni. Mik a tapasztalatok itt Kiskörösön, illetve a környékben? Jól megy a gyerekek sora? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok programot kínálnak a szolgálatok, nagyon sok programot kínálnak az iskolák. Ügyesen, figyelemmel, ha kísérik a szülők, akkor találnak a gyerekeiknek egy-egy olyan programot a nyáron, amivel változatosabbá tudják tenni a szabadidő eltöltést. Véradás a köbön, de minimum a négyzeten, ugyanis olyan szerencsés alkalom állt el, hogy a mai nap folyamán ugye két helyszínen is meg lehet tenni ezt a nemes cselekedetet, és hogy elnézem, a mentősök meg is tették. Hát igen, mi már szoktunk mind a ketten vért adni, elég sokszor voltunk, most azt hiszem, hogy már 31-szer adtam vért. Mi is tartunk egy bemutatót, így közben kihasználtuk az alkalmat, hogy megoldjuk ezt is. Nem is vagy annyi éves, 31 azért rengeteg. Igen, mert évente kétszer-háromszor szoktam. Egyébként úgy szoktunk egyébként kétszer-háromszor egy évben, tehát. És a másik fontos dolog, hogyha jól tudom, akkor itt momentán hősképzés zajlik. Hát igen, úgy nevezzük hősképzésnek. Egyelőre most kezdtük, már voltak gyerekek is. Bemutatjuk az újraélesztést felnőtt babán, akkor gyerekbabán. Próbálunk balonozni is. És akkor hát ezt próbáljuk átadni az embereknek, hogy bátran kezdjenek bele, mert csak így sikerülhet nekünk is. Milyen a mentős élet egyébként? A mentős élet változatos. Változatos. Meg fárasztó. Egyébként mennyire jellemző az, hogy a gyerekeket érdekelje a ti hivatásotok? Gyerekeket érdekli, szoktak is bejönni iskolákból, óvodákból, szokták szeretni. És nagyjából a fiataloknak hány százaléka választja ezt a szakmát, azt lehet tudni, vagy nagyon, nagyon bonyolultat kérdeztem? Hát ezt én nem tudom megmondani, igazából van egy adott létszám, én Kiskörösről beszélek, itt hogyha valaki nyugdíjba megy, általában nyugdíjból szokott hiány lenni, akkor van felvétel, vannak jelentkezők egyébként, akik előre beadták a jelentkezést, és ott várják a sorukat. Igazából vannak jó páram. Azt hiszem elmondtad, hogy a legönfeláldozóbb szakmák mind kitelepültek ma itt a Kiskörösi Tesco parkolóba. Itt van a tűzoltóság is. Mi lesz a mai menet? Hát mi a kiskörösi önkéntesek vagyunk, tehát Kiskörös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. A hivatásosok pillanatnyilag a Petőfi téren egy fát próbálnak szétdarabolni, illetve megmenteni a épületet, amire rádől. A mai nap folyamán bemutatjuk a tűzoltóautót gyerekeknek, felszállhatnak rá, fölpróbálhatják a felszereléseinket, sisakot próbálhatnak. Csinálunk egy szirénapróbát, az nagyon népszerű szokott lenni, és hogyha az idő engedi, és nem lesz túl hideg, vagy túl nagy szél, akkor egy locsolási próbát is, tehát kipróbálják a sugárcsövet,
és meglocsoljuk itt a növényzetet. Ez a locsolási próba egyébként hogyan néz ki? Mert azért, hogyha elindul benne a víz, akkor szerintem elég nagy nyomással és képes össze-vissza fickándozni és mocorogni. Ezt hogyan oldjátok meg? Az össze-vissza fickándolást tudjuk szabályozni kisebb fordulaton, kisebb nyomással, hogy akár a gyerek is meg tudja tartani a sugárcsövet, de végig ott vagyunk mellettük, és vigyázunk rá, hogy ne fickándozzon. Mennyire szokott népszerű lenni ez a tűzoltósdia gyerkőcök körében? Ebben a korban még maximálisan minden gyerek tűzoltó szeretne lenni, illetve kukás vagy mentős. Később váltanak át valami pénzesebb dologra. Hát reméljük, hogy azért jó pár gyerkőcöt megfog ez a szakma is. Reméljük mi is, és sok szeretettel várjuk az érdeklődőket is. Azt gondolom, az önzetlen szakmák közé tartozik az, amit ti csináltok, vagy hogy egyáltalán ezt nem is tudom szakmának lehet-e hívni, szerintem ez egy ilyen életfeladat, hiszen itt van a Megóvlak Állatbarát Alapítvány is. Miért volt fontos az, hogy ide kitelepüljetek ti is? Hát ez egy önkéntes életforma tulajdonképpen. Nagyon fontosnak érezzük, hogy itt is itt legyünk, ugyanis a Tesco, a kiskörösi Tesco áruház az egyik fő támogatónk, sőt mondhatnám azt, hogy ők a fő támogatóink, és ha hívtak minket erre a rendezvényre, akkor mindenképpen itt a helyünk egyrészt miattuk, másrészt az ide látogató gyerekek és felnőttek miatt hoztunk ugyanis, foton hoztunk kutyusokat. Szóval kiszámíthatatlan volt az időjárás, ebben a forróságban nem gondoltunk kutyust hozni, de fotón itt vannak, akár örökbe fogadhatók is. Ezekről a blökikről mit lehet tudni, illetve egyáltalán hogyan zajlik az örökbefogadás menete? Hát ezekről a blökikről elsősorban azt lehet tudni, hogy ők is az utcáról kerültek hozzánk, valaki eldobta őket, vagy éppen elszöktek. Az örökbefogadás tulajdonképpen szerződéssel történik, semmi extrát nem kérünk a kutyusok számára, normál tartási körülményeket, és boldogok legyenek.